A fiatal nő elveszítette a házát, ezért kényszerült arra, hogy beköltözzön a későbbi futtatója egy melléképületébe. Ott bonyolította le az együttléteket is. A férfi két előfizetéses telefont adott neki ehhez, és beregisztrálta az egyik online alkalmi partnerkereső oldalra. A nőnek 2018 és 2019 között rengeteg kuncsavtja volt, alkalmanként nem ritkán 40 ezer forintot kapott, de a pénz nagy részét elvették tőle. Végül ő maga tett feljelentést. A vádlottnak üzletszerűen elkövetett kerítés miatt kellett felelnie. A bíróság súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádlott többször volt már büntetve, jelenleg is más ügy miatt jogerős szabadságvesztés büntetését tölti, továbbá rendszeres vagyoni haszonszerzés véget folytatólagosan követte el a bűncselekményt, a sérelmére, aki egyébként gyenge személyiség, kicsit éretlen személyiség is, és ezt kihasználva követte el a vádlott sérelmére a bűncselekményt. A kerítőnek most évekre börtönbe kell vonulnia, a bíró ugyanis így döntött. A bűncselekmény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztése fenyegetett, a középmérték 5 év lenne, a bíróság 2,5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a kerítéssel vádolt férfi fellebbezett.